Okkal lehet Szekszárd büszke sok meghatározó gondolkodó alkotójára, mint amilyen Baka István is, aki július 25-én látta meg a napvilágot a városban. A gond az viszont az, hogy nagyon korán itt hagyott bennünket, és a mai napon erről a hiányról szeretnék beszélni. Én nem is szeretnék, inkább kell beszélni erről a hiányról, mert Szekszárd az egy olyan kisváros, mint a legtöbb magyar kisváros, ahol a jellegzetes arcok azok eltűnőben mindig hiányoznak. Az ember végigmegy az utcán, akkor várja, hogy előtt tűnjön egy Lányi Péter, egy Baka István, egy Takács Béla, tehát olyanok, akik meghatározták ennek a városnak a szellemiségét. Számos művésznek adott ihletet a vármegyei székhely és annak csodálatos tája. Baka István azt írta, hogy ő Szekszárdon él. Igaz, hogy Szegeden lakik, ezt a Szegedi Korában mondta, de ő Szekszárdon él. Ez így is volt, mert az ő élete az irodalom, és amikor hazajött, akkor teljesen fölszabadultan tudott alkotni otthonába, a szeretett szülő otthonba, és ahogy kész volt a darabokkal, mindjárt meg tudta osztani azokkal, akik a barátai voltak. Gacsáy József megnyitó beszédében Baka Istvánnal készült interjú részletéből idézett, melyben Dránovics István kérdésére válaszolt. Megkérdezte tőle, hogy mit jelent neki Szekszárd. Hát elég terjedelmes kérdés, de amint mindig a lényeget mondta. Hát a mindent jelenti. A 76 éve született József Attila, Robert Graves és Mészöly Miklós díjas költő, író, műfordítóra emlékeztek és rótták le kegyeletüket. Az egybegyűltek a szekszárdi alsóvárosi temetőben sírjánál a Baka István Alapítvány közreműködésével.